Hogy telt a karácsonyi ünnep? Hát, úgy, mint a többi. Állattenyésztéssel foglalkozunk, dolgoztunk ugyanúgy, mint máskor. Most legalábbis ilyenkor egy percre meg lehet állni, akkor egymás... Meg reggelibe elvégeztük ugye a jószágot, azután meg beültünk. Mit tudott venni a családnak karácsony ajándékként? Hát, kis italat, ezt, azt. Önkormányzattól kaptak-e valami segít? Nem kaptunk semmilyen fejét. Tehát nem kaptak szaloncukrot, nem kaptak? De szaloncukrot kaptunk, persze. Semmi? Hát nem semmi, ez is igaz. És akkor mi volt még a szaloncukor mellett? Hát. Úgy tudom, hogy felvágott is volt. Nem tetszik, akkor ezt az asszony vette át? Nem tudom, én ezt nem tudjam. És a szilveszter, az új év? Hát az reméljük jobban fog ránk köszönteni, mint te. Mit remélünk? Több jószág lesz, több? Igen, igen, több. Be fognak támogatni bennünket. Most mivel kellene, hogy támogassák? Hát... pénzzel. Mihez a jószágtartáshoz? Igen. Milyen jószágai vannak? Hát nem, nekem van bátyámnak, van szarvas, marhája, jó. Ló. És hogy tetszik tapasztalni? Ebből azért, ha jó forgatja, meg lehet élni? Meg. Most csak a bátyámnak, vagy önnek is, meg a családnak is? Hát a családnak is. Egy önkormányzati hivatali dolgozónak hogy telt az ünnep? Hát az első nap délelőttje főzéssel, sütéssel, ahogy gondolom minden háziasszonynak. Hát aztán kis pihenés is sikerült. És ami az ünnepek előtti munkátokat illeti? Hát itt elrendezgettünk minden fontosabb dolgot, dolgoztunk egészen szerdáig. Csak hivatali munka adódott, vagy valami más nemes feladatot is végezhettek, segíthettek a lakosságon? Hát igen, szétosztottuk a szaloncukrot, aztán kaptunk egy kis fölvágottat, ezt, azt, azt kicsomagolgattuk, kiosztottuk a lakosság körében. Hát itt senkit nem hagytunk ki, mindenki részesült valamilyen formában, figyelembe vettük a több gyerekes családokat, de hát végül is mindenki kapott, ez volt a lényeg. És otthon a családban is kapott mindenki ajándékot? Hát szerényen, de kapott. Most valahogy nem úgy jött ki ez az év, ahogy máskor, de azért... Most az év nem úgy jött ki, ez azt jelenti, hogy a gazdálkodási tevé... Igen, igen, a gazdálkodás az, mint másnak is, nálunk is betette az ajtót. Most ebben állattartás van benne, vagy szántóföldi gazdálkodás? Van benne minden, vannak benne méhek, szarvasmarha, szántóföld. Mindenből egy kicsit. Én itt meglepődve hallottam az előbb, amikor kérdeztem a polgármester asszonyt a határbeni munkákról, hogy nem mindjárt mennek napraforgót csépelni december 29-én. Hát, az is sikerült. Hát, mi nekünk sikerült betakarítani mindent, ha nem is időben, de azért hál' Istennek túl vagyunk. Mit remél 1999-től? Hát, reméljük a munkahelyünk megmarad. Legalább ilyen egészségesek maradunk, mint az idén voltunk. Hát, talán egy kicsit jobb gazdálkodó évet. Azt kérdezgetjük, itt az emberektől, hogy telt a karácsony? Hány karácsony tetszett már megélni? Már 67-et. És ez mondjuk a többiekhez viszonyítva milyen volt? Hát, hála jó Istennek, család együtt volt. Jó volt. Volt mit enni, inni? Volt, hál' Istennek volt. Van valami jellegzetes étel, amit ilyenkor tetszenek készíteni? Hát, kette vagyunk a mamával. Ami jön. De nem nagyon válogat az... Nem. És a szilveszter, az új év, az mennyire ünnep? Hát... elérünk egy új évet megint is. Erő, egészség és boldogság legyen. Templomba el szoktak menni? Hát én nem szoktam, mert katolikus vagyok, itt református templomban. És úgy, hogy televízióban vagy rádióban hallgatni, nézni az Isten tiszteleten? Nézem, pedig ott. És hogyha az ember itt elmereng az 1999-es esztendőn, nyugdíjas tetszik lenni? Igen, igen. Mennyi a nyugdíj? Hát, nem sok. Ahhoz képest, amit ledolgoztam 40 évet. 40 éves munkaviszonyal tetszett elmenni, és mennyi a nyugdíj? Hát 21 ezer akkor. Tényleg nem sok. Mama? Hát, annak én után, ő is kap nyugdíjat ilyen izét, annak van 11 ezer valahány száz forint. Hogy tetszem tudni beosztani ezt a pénzt? Hát, ide tessék figyelni. Ketten vagyok, beosszuk. Fűtés?
Gáz van. Egy szobát, vagy mindent tetszenek fűteni? Két szobát fűzünk meg a gázzal. Ez a gáz, ez egy nagyszerű dolog valami. Ez megér minden pénzt, ezt állítom. Az önkormányzattól most karácsonyra tetszettek kapni valamit? Kaptunk szaloncukrot. Az étkezési lehetőséget igénybe veszik-e, vagy a mama főz? Mama főz, nem veszik igénybe. Tehát az, amit ő főz, az jobb, mint amit... Nem, hogy jobb, hanem még hála jó Istennek. Tetszett-e gazdálkodni valamit, mert még jó egészségnek tetszik örvendeni, szerencsére? Van még ott volt, disznó, tehén. Neve. Kézzel tetszik fejne tehenet? Kézzel. És a csarnokba tejet? Azt is viszem. Mennyit? Hát mikor mennyit ad? Megéri? Hát valamivel foglalkozni kell, ez az igazság. Ha nem csordú cseppen. Igen, és ami a sertést illeti, a saját célra? Hát saját célunkra, meg a gyermekeim céljára, meg ha úgy jön. És még mindenféle gyomorfájdalmak nélkül a legzsírosabb falatokat is megtetszik. Nem, meg hála jó Istennek. Jó, 1999 mit tetszik remélni? Hát, hogy mondjam, hogy jól mondjam. Jó, és jól mondjam. Erőt, egészséget és békességet mindenkinek az egész országban. December 29-én déltájban beszélgetünk. Végig kell dolgozni az évet? Hát igen, utolsó nap is, 31-én is még dolgozni fogunk. Egy ilyen kis községben mi minden feladat adódik az embernek? Hát itt szinte mindennel foglalkozni kell a lakosságnak ügyes-bajos dolgaival. Nagyon sok kéréssel jönnek hozzánk, és szinte mindent, amennyire lehet, teljesítünk nekik. Itt élő emberként milyennek tetszett tapasztalni a Csaholcák 1998-as esztendejét? Hát lehetne jobb, mert nagyon sok a munkanélküli, és így több gond van a családoknál, megélhetési gondok. Megélhetési bűnözés van-e, vagy pedig azért annyi jut mindenkinek, hogy ne halljon éhen, ne kelljen betörni, ellopnia? Hát itt különösebben ilyen bűncselekmények nem fordulnak elő a községbe, legalábbis kisebb gyuklopások voltak, de más nagyobb nem. Mivel tetszenek tudni segíteni a bajban lévő embereken, gondolok a étkezési támogatástól a segélyeken át a karácsony ajándékig? Hát sok esetben jönnek hozzánk olyan problémákkal, hogy levelet kell nekik megírni, nyugdíjügyekbe és hasonló dolgokba kérnek tőlünk segítséget. Tehát igazi mindenesek tetszenek lenni? Igen, igen. És mit tapasztal, mit remélnek az emberek 1999-től? Hát szerintem fő vágyuk az volna, hogy több munkalehetőség lenne, hogy tudnának dolgozni családjukat, könnyen, jobb körülmények között eltartani. Mivel önök teszik az áldást, egy-egy új beinduló létesítménye lesz 99-ben új beruházással, új lehetőség, új munkalehetőség? Hát Varroda indul, azt hiszem 20-25 fős személyzettel, és hát ott egy néhány helyi asszonynak lesz munkalehetősége.